A kurva, hogy te bassza meg! Ez szart, aztán bedugított a vécét, ilyen nagy dobott az a láb. Bedugult, aztán a Szabinak kellett kiszedni a szart. Aztán felhúzta a gumikesztet a Szabi, oda ment a vécéhez. Ezt elkezdte kimarkolni. Hogy keci? Benne volt a markában, vagy két parag szart. Ezt elkezdte kifele vinni. Aztán menet közben végig öklött, ezt a végig hajt az ember. Hallod, nem csöpögött lefelé a kesztyű? Nem, mert direkt a markába tartott a kuleszt. Aztán végig öklött, ezt a végig hajt a házat. Isten. Mire kiért? Azt mondja, na szinti, rákegyek ki a beleget, többet nem tudom. Hallod, ezek a szaros esetek jobbak, mint az enyém, amíg belefosott a izébe. Meg a csaja is izé kizárta a nővére, nem engedte be a házból. A csaja meg kiverte ököllel az üveget. Az ablakot azt bemázott. Ja. A hülye gyerek. De ez ki volt amúgy? Csajának a kicsodák? Unokatestvére. Hát de náluk lakik, vagy? Nem, csak átment hozzá. Látogató? Itt lakik az is, ahol a csaja. Ja, értem, de te csaját személyesen ismered? Aha. Ja, jó. Dugított a vécét. Ezt vette ki fel a szart. De ki? A Szabi. De ő ki? De az unokatestvére az izé csajának. Ja, ő is. De hogy lehet eldugítani, hogy még egyszer szűk volt, a lefolyója, mint a kínaiaknak? Vastagot szarít, biztos. Mint egy 2,5 literes Pepsi-s flakon. De a szelopról beszélgettem. Pász meg, hát itt hallom, hogy jól egy szelopról beszélgettem. Ki a faszomat érdekli? Na mit te vett az koncentrátumot? Begörcsöt a hátam el. Hallod, nekem az egész mindenségem begörcs. Ez hibbott a seggel. Azt a kurva. A nevetést? Egyértelmű. Megyek fel. Barrel roll, barrel roll, barrel roll.